Pintér Szilárd, Dombóvár város polgármestere a Tinódi Ház színház termében köszöntötte a hölgyeket. A Viktor Hugo nagyszerű gondolataival köszönthetem önöket ezen a gyönyörű napon. A nő tökéletes misztérium alanya és megtestesítője, akihez költők, filozófusok egyébként kovászkodtak évszázadokon át, összes titkát megfejteni sohasem tudták. Oly sok mindent leírtak már a nőkről, hogy prózai emberként aligha tehetek hozzá bármit is. Marad részemben a főhajtás a lányok és az asszonyok előtt, akik nélkül nincs jelen és nincs jövő, és talán férfi sem. Éljen minden bájos szépnő, éljen minden bájos szépnő, édes egyszer mélyen érző, gondolt tűző kedves kincs, gondolt tűző kedves kincs. Viga szép! Viga szépen terültétünk, bájos szépnő, éljen értünk, nálunk szebb a földön nincs. Éljen minden bájos szépnő, éljen minden bájos szépnő, éljen minden bájos szépnő, édes egyszer mélyen érző, gondolt tűző kedves kincs. A színpadon a pécsi Vivat Bacchus énekegyüttes jó hangulatot teremtett a publikum számára. A Vivat Bacchus énekegyüttes talán először van Dombóváron, azt hiszem, és talán nyilván ebből a riportból nem tűnik fel, de mi hetek és hónapok óta szervezkedünk polgármester úrral és barátokkal, hogy összehozzuk ezt a dolgot, és nagyon hálásak vagyunk arra, hogy eljöttünk, és mindjárt gyakorlatilag két koncertet is adhatunk. Nőnapon a nőnek szól az. Legyen ő asszony, hölgy, lány, fruska, vagy bige. Tiszteljük, szeretjük, csodáljuk őket, a Katikat, Zsófikat, Luizákat, emőket. Mert mi lenne, ha nem lennének ők, a nők? Ó, a nők! Nélkülük mi férfiak sem lennénk számottevők. Bezzeg ők, a nők! Ők mindig menők. Még napjuk is van az évben. Igazságos ez, kérem? Igen, szerintem az. És tudod miért? A sok sírelemért. Mit a nő kap a férfitól, aki vele gyakran kitol. Hol akarva, hol akaratlan, az ostor mégis mindig a nőn csattan. Ezért ünnepeljük a nőket, hogy vigasztaljuk, kárpótoljuk őket. Na, ez volt a mese. Nem igaz a felese, mert ez csak álca, valójában a nő kezében van az ostor meg a pálca. Ővé az utolsó szó, mindig eléri, amit akar. A férfi meg egyszerű, mint a faék, bedő neki nagyon hamar. A város önkormányzata és a Tinódi Ház közösen szervezték a programot, hogy kifejezzék a hölgyek iránti tiszteletüket. Tulajdonképpen azt szimbolizálja, hogy mi nők milyen tiszteletet, odafigyelést kapunk férfi társainktól, kollégáinktól és férfi családtagjainktól. A művelődési házban nagy sikert aratott a nőnapi rendezvény.